Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mint ahogy tegnap is elmondtam, mindig nehéz helyzetben van a ebéd utáni szekció, de köszönöm szépen, hogy akik visszatértek, azok ilyen fegyelmezettek, és figyelnek ránk, és megtisztelik az előadóinkat. Tegnap sokszor reklámozott zsidó vagyon szekció fog következni. Nagy az érdeklődés erre a témára. Én ugyanúgy fogom vezetni a szekciót, mint tegnap is, tehát nem fogok egy ilyen hosszú bemutatást elereszteni itt egyik előadóval kapcsolatban sem, mert azt gondolom, az előadások itt a lényeg, és nem az, hogy ki, hol, merre, hány lépés. Az izraelita tulajdonban álló üzemek és üzletek zár alá helyezése Kaposváron a német megszállást követően Györfi Gergely, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának doktorandusza fogja az első előadását megtartani. Technikai jellegű közleményeket is el kell azért mindenféleképpen mondanom, mert ez pont a mi szekciónál fordult elő, hogy megkérek mindenkit, hogy a mobiltelefonját mindenképpen halkítsa vagy kapcsolja ki, hogy ezzel is tiszteljük meg az előadót. Tehát Györfi Gergelyt kérem, hogy tartsa meg előadását. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszönöm a Clio Intézetnek, hogy lehetővé tette, hogy beszámolhassak a folyamatban lévő kutatásomról. Szakmai érdeklődésem középpontjában a Kaposváron élő zsidóság jog és tulajdonfosztása áll a német megszállást követő időkre vonatkozóan, valamint a háborút követő jóvátétele, illetőleg kárpótlása. Most ennek a kutatásnak egy szűk szegmensét kívánom ismertetni, és ahogy itt a felvezetőben elhangzott, a zsidó üzemek, illetőleg üzletek zár alá helyezéséről lesz szó, illetőleg ezen vállalkozások kiutalásának az előkészítéséről. Április 21-én jelent meg a Kereskedelem és Közlekedésügyi Minisztérium 50.500-as rendelete, amelynek értelmében a zsidó tulajdonban álló vállalkozások kötelesek voltak beszüntetni tevékenységüket, tehát az üzleteket be kellett zárni, ezzel párhuzamosan természetesen az üzletekben fellelhető ingó vagyon, ebbe beletartozott az ott található árukészlet, illetőleg magának az üzletnek a berendezése is, ugye zár alá került. A törvények meglehetősen szigorúak voltak, ugyanis innentől kezdődően nem volt lehetősége a tulajdonosnak arra, hogy az üzletben tartózkodjék. Ez alól pusztán az 1600-as miniszterelnöki rendelet értelmében elkészítendő leltárnak az elkészítése okán való tartózkodás jelentett kivételt. Tehát abban az esetben, ha ennek a leltárnak az elkészítésén tevékenykedett a tulajdonos vagy annak az alkalmazottja, akkor ugye lehetőség volt arra, hogy valaki az üzletben tartózkodjék. Ami kaposvári szempontból igen érdekesnek tekinthető az az, hogy a városban már jóval a rendelet hatályba lépését megelőzően április 6-án megkezdődött a zsidó tulajdonban lévő üzletek, illetőleg üzemek zár alá helyezése. Ezt a város polgármestere, Kaposvári Vétek György természetesen nem rendelhette el önhatalmulag, ehhez szükség volt az illetékes szakminisztériumnak a jóváhagyására. Egyébként a hivatalos indoklás szerint azért volt szükség az intézkedés mihamarabbi meghozatalára, mert a városvezetői attól tartottak, hogy a zsidók élve a még rendelkezésre álló szabadságukkal esetleg kísérletet tesznek az üzletekben fellelhető ingó vagyonnak a kimentésére. Hát erre alapvetően az ingó vagyon, ugyebár a megbízhatónak vélt keresztény ismerősöknél történő elhelyezése kínált opciót. Ki kell emelni, hogy ez esetben a kaposvári példa nem unikális, amennyiben hinni lehet a Somogyi Újság beszámolójának, más magyar nagyvárosokban is sor került hasonló eljárásra, így például Veszprémben vagy éppen Nagykanizsán. Technikai problémát orvosolok, felvétel szempontjából ez. Szuper, köszönöm szépen. A Barosz Szövetség helyi szervezete az mindvégig komoly szerepet játszott a kiutalás előkészítésében. Egyébként az első kapcsolódó ülésüket április 17-én tartották meg. A rendezvényen részt vett Gróf Festetics Domonkos is. Ő egyébként a város országgyűlési képviselője volt, mindezek mellett pedig a Barosz Szövetség helyi szervezetének
az elnöke is. Maga a megbeszélés az alapvetően két részre osztható fel. Volt egy plenáris ülést, majd ezt követően egy szűkebb grémium folytatta a tanácskozást. A plenáris ülés alkalmával gróf Festetics Domonkos ismertette a kompromisszumot, amelyre a város polgármesterével jutott. Ennek értelmében a leltározást legkésőbb a hónap végéig el kellett végezni, illetőleg prioritást élvezett a romlandó termékek mihamarabbi forgalomba hozása. Ez azért figyelemre méltó tény, mert ahogy már ugye említettem, április első hetében megtörténik a zsidó üzleteknek a zár alá helyezése a romlandó ingó vagyonnal egyetemben. Itt közben eltelik több mint 10 nap, és nagyon úgy néz ki, hogy a romlandó árukra vonatkozóan semmiféle hatásos vagy releváns intézkedés nem történt, hiszen ez így lett volna, akkor az ülés alkalmával aligha jelentetett volna ez napirendi pontot. És ami nagyon fontos, megtörténik egy héttagú bizottságnak a felállítása is. És hogy már utaltam rá, az ülés két részből tevődött össze. A második részben egy szűkebb grémium folytatta a tanácskozást, ez lényegében a héttagú bizottságot jelentette, a frissen felállított héttagú bizottságot, és ugye nyilván a Baross Szövetségnek a vezetőit. Itt megtörtént a héttagú bizottság vezetőjének a kijelölése, Canyó László szemében, illetőleg konkretizálták ennek a bizottságnak a feladatait is. Ők feleltek a leltározási procedúra elvégzéséért, ez praktikusan a leltározásban résztvevő személyeknek a kijelölését jelentette, illetőleg ők kellett, hogy elkészítsék azt a felterjesztést az illetékes szakminisztérium számára, amely felterjesztés alapján a minisztérium döntött arról, hogy az egykoron zsidó tulajdonban álló üzletek az mely keresztény személyek tulajdonába kerül át. Néhány nappal később, április 19-én megkezdte a héttagú bizottsága számára kijelölt feladat elvégzését. Ennek megfelelően megtörtént a leltár elkészítésében résztvevő személyek kijelölése. Természetesen ezek a személyek a helyi keresztény kereskedők közül kerültek ki, akik a kompetenciájuknak megfelelő üzleteket kellett, hogy leltárba vegyék. Egyébként feladatukat, mint szakközeg végezték el, és annak érdekében, hogy a lehető leggördülékenyebb legyen a leltározási folyamat, ezeket a személyeket hatósági oktatásban is részesítették. Maga a folyamat egyébként április 24-én veszi kezdetét, bármint maga a leltározási procedúra. Ennek eredményeként 177 üzlet kényszerül arra, hogy végérvényesen befejezze tevékenységét. Maga egyébként a folyamat az június 13-án zárul le véglegesen, ugyanis ekkor kerül majd sor a leltári jegyzék, valamint az üzletek kulcsainak átadására a városházán. A polgármesteri hivatal ugye ekkor adja át az imént ugye említett kulcsokat, valamint a leltári jegyzéket a pénzügyi igazgatóság képviselőinek. Az üzlet elhelyezkedése alapjaiban határozza meg az üzlet tevékenység sikerességét, így pedig ugye az elérhető profitot is. Ezért tartom fontosnak, hogy megnézzük a zsidó vállalkozások városon belüli elhelyezkedését. Azt láthatjuk, hogy a zsidó vállalkozások döntő többsége kiváló elhelyezkedéssel bírt, a város frekventált pontjain voltak megtalálhatók. A 177 üzletből 148 székelt a belvárosban, ahogy ez a diaképen is látható, ez az a városban lévő összes zsidó üzlet 85%-át tette ki, míg ezzel szemben a külvárosban csak 25 üzlet volt megtalálható, ez az üzletek 13%-át jelentette, és van sajnos 4 olyan üzlet, amelynek esetében források hiányából adódóan nem megállapítható a földrajzi elhelyezkedés. Jó, egy kicsit közelebbről a belvárosban elhelyezkedő üzletekről néhány szó. Ahogy említettem, 148 üzlet volt a belvárosban, ezeknek a döntő többsége 43 a főutcában székelt. Ez a városban lévő összes zsidó vállalkozás közel egynegyedét tette ki. A főutca mellett még nagy számban voltak megtalálhatóak zsidó vállalkozások a Berzsenyi, a Korona, illetőleg az Erzsébet utcákban. Ezek szintén ugye
a főutcához hasonlóan a város központi teréből, a Kossuth térből nyíltak. Illetőleg, amiről még említést érdemes tenni, az a Széchenyi tér, tehát itt is magas számban voltak fellelhetők zsidó üzletek, valamint a gettó, tehát az a városrész, ami a gettó szerepét kellett, hogy betöltse, szintén nagy számban adott otthont izraelita vállalkozásoknak, itt szám szerint 52 izraelita üzem volt megtalálható. Ami ezen vállalkozások profilját illeti, a következő megállapításokat tehetjük. 127 vállalkozás kereskedésként működött, 37 műhelyként, van 3 vegyes profilú vállalkozása a városnak, ez alatt az olyan vállalkozásokat értem, amelyek egyaránt érdekeltek voltak a kereskedelemben, illetőleg az iparban is. Működött a városban egy ruharaktár, illetőleg források hiányában 9 vállalkozás bekategorizálására nincs lehetőség. Tehát a döntő többsége a vállalkozásoknak kereskedésként működik, egész pontosan a 72%-uk. Ha megnézzük ezeknek az üzleteknek a profilját, akkor alapvetően 30 nagy kategóriát tudunk felállítani, amelyek ugye a diaképen is láthatók. A legtöbb üzlet, szám szerint 30, méter és rövidáru kereskedésként működött, ezen felül magas volt még a vegyes kereskedések szám, ebből 22 volt a városban, de érdemes szót ejteni a divatüzletekről, amelyekből 16 működött a városban, és nem mehetünk el a fűszerkereskedések mellett sem is, ezeknek is magas volt a száma, egész pontosan 10 ilyen működött a városban. Ha műhelyeket nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a városban működő összes vállalkozás 21%-át tették ki. Itt 18 nagyobb kategória felállítására van lehetőség. A legnagyobb számban a szabók képviseltették magukat, illetőleg számukból adódóan még az üvegesek, illetőleg a kalapkészítők azok, akik külön említést érdemelnek. Ilyen típusú vállalkozás 4-4 működött a városban. És akkor még néhány szó a vegyes profilú vállalkozásokról. Egy olyan vállalkozás volt, amely az építőiparban volt érdekel, tehát ők nem csak értékesítést folytattak, hanem mindezek mellett ipari tevékenységet is. Volt egy a második, az a só és a szesz kereskedelemben, valamint szintén az építőiparban volt érdekelt. A harmadik ilyen vegyes profilú üzlet esetében pedig egy méter és rövidáru üzletről van szó, amelynek a tulajdonosa egyébként szabóként is működött. A lakosság reakciójáról 2 a Somogyi Újságból származó idézet szerepel a diaképen, én ezeket most külön nem olvasnám fel, azért ezeket választottam, mert én úgy gondolom, hogy ezek nagyon jól leírják a város lakóknak a reakcióját, tehát jól szimbolizálják azt, hogy mi történt az üzletek lezárulásával párhuzamosan a városban. Ezekből az idézetekből is nagyon jól kiderül, hogy a városlakók döntő többsége nem volt tisztában a vonatkozó törvényi szabályozással, de gyakorlatilag anélkül ugye nyújtottak be kérvényeket az illetékesnek vélt hatóságok számára, hogy tisztában lettek volna azzal, hogy tehát egyrésztről ugye még nem született meg az a törvényi háttér, amely lehetővé tette volna ezeknek az üzemeknek a kiutalását, másrésztről, hát, vagy ebből fakadóan ugye pedig nem is kerülhetett megjelölésre az a hatóság, amely ezt illetően illetékességet gyakorolhatott volna, ebből fakadóan pedig ezek a beadványok, ezek a pályázatok a legkülönfélébb közigazgatási szervekhez futottak be. Volt, aki az iparkamarát címezte meg, volt, aki a polgármesteri hivatalt, volt, aki pedig egyenesen a minisztériumba írt. Hát abból adódóan, hogy nem születtek még meg azok a törvények, amelyek lehetővé tették volna a kiutalást, természetesen az imént említett hivatalok, azok automatikusan elutasították ezeket a pályázatokat, illetőleg beadványokat. Tehát az látható, hogy van egy nagyon komoly érdeklődés ezekkel a zsidó üzletekkel szemben, amely gyakorlatilag már az üzletek lezárulásával párhuzamosan megjelenik, és heteken vagy hónapokon keresztül igencsak intenzíven jelen van. Szintén megállapítható az új Somogy beszámolóiból, hogy sokan anélkül nyújtottak be pályázatot, hogy korábban bármiféle vállalkozói tevékenységet folytattak volna. Tehát sokak
a szükséges kompetenciák nélkül vindikáltak jogot arra, hogy zsidó üzletet, zsidó üzlet tulajdonjogát szerezzék meg, és vegyék át annak az irányítását. Ami a kérelmezők által felsorakoztatott érveket illeti, azok azt mondhatjuk, hogy meglehetősen széles skálán mozogtak. Nagyon sokan a várossal szembeni lojális magatartásukat emelik ki ezekben a kérvényekben. A lokálpatriotizmus mellett egyébként megjelenik a katonai szolgálat teljesítése és így a hazavédelmében vállalt szerep, de gyakori az esetleges katonai kitüntetésekre való hivatkozás is. Természetesen ezeknek a kérvényeknek elmaradhatatlan eleme volt a szakmai tapasztalat hangoztatása, vagy éppen a szakmával szembeni elköteleződés kiemelése már abban az esetben természetesen, ha ez ennek a ténye fennállt. A frontszolgálat, vagy éppen a szükséges kvalitások kiemelése mellett a szélsőségesebb esetben megjelenhetett ezekben a beadványokban a keresztény magyar alapokon nyugvó kereskedelmi élet újjáépítésében való aktív részvétel iránti vágy is. Hogy már utaltam rá, természetesen ezeket a beadványokat az illetékes hatóságok rendre utasítják a vonatkozó jogszabályok hiányában. Ez alól természetesen kivételt jelentettek azok a kereskedők, akik a gettó területéül kijelölt városrészben rendelkeztek üzlethelyiséggel, amennyiben hinni lehet a beszámolóknak, számukra már a gettó lezárását követő 6. napon biztosította a polgármester új üzlethelyiséget a gettó területén kívül, legalábbis döntő többségüknek, 90%-uknak. Jó, és akkor zárásként a kiutalás előkészítéséről szeretnék beszélni. Azt láthatjuk, hogy az üzletek, illetőleg az üzemek kiutalása az meglehetősen lassú ütemben haladt. Lényeges előrelépésre csak július hónap második felében került sor. Ekkor a 7-tagú bizottság egy felhívást intézett a város polgáraihoz. Gyakorlatilag ez volt az a pont, ahonnan kezdődően lehetőség kínálkozott a beadványok, illetőleg a kérvények megfogalmazására. Tehát itt arra kaptak, tehát ez a felhívás értelmében arra kaptak lehetőséget a város lakói, hogy érvekkel alátámasztott kérvényeket nyújtsanak be a korábban zsidó tulajdonban álló vállalkozások megszerzésének érdekében. Erre egyébként 10 napot kaptak. A hivatalos indoklás szerint a 7-tagú bizottság azért tartotta fontosnak megejteni ezt a felhívást, mert úgy kívánták elkészíteni a javaslatukat az illetékes szakminisztérium számára, hogy előtte a lehető legalaposabban informálódjanak a pályázóknak a hátteréről. Aztán a 10 napos határidő lejártához közeledve július 27-én újabb értekezletet tartott a Barosz Szövetség, amelyen ezúttal is részt vett annak vezetője, illetőleg a térség országgyűlési képviselője Gróf Festetics Domonkos. Itt történik meg azoknak az irányelveknek a lefektetése, amelyeket ugye a későbbiekben a 7-tagú bizottságnak szem előtt kellett tartania a kiutalás során. Itt ennek kapcsán ugye a következőket mondja Gróf Festetics. A bizottságot munkájában a pártatlan igazság fogja vezetni, és a kérelmek elbírálásánál a törvényes rendelkezések szigorú betartása, rátermettség és szakértelem lesz a mérvadó. Itt fontos kiemelni, hogy a Barosz Szövetség helyi szervezete, azon belül is a 7-tagú bizottság, csakot azt idézőjelben értem, véleményező, illetőleg javaslattevő szervként van jelen az eljárásban, hisz a végső döntés meghozatala azt illetően, hogy az egykoron zsidó tulajdonban álló üzlet az kinek a tulajdonába kerül, az illetékes szakminisztériumban született meg. Ugyanakkor a 7-tagú bizottság felterjesztésének ugye komoly relevanciája volt. Valószínű, hogy az igencsak sokat nyomott alatba, amikor a minisztérium illetékesei meghozták a döntésüket. Az, hogy az imént idézett koncepció mennyiben valósult meg, az már egy más kérdés, ugyanis feltételezhető, hogy igencsak komoly lehetőség mutatkozott a kapcsolati tőkének a kihasználására, vagy akár az informális kapcsolatoknak az érvényesítésére.
De ahhoz, hogy ez biztos tényként legyen állítható, ahhoz további kutatásokra lenne szükség. Az viszont bizton állíthatom, hogy ezek a jelenségek a zsidó lakóingatlanok esetében megfigyelhetőek voltak, tehát azok esetében egyértelműen jelen van a korrupció és a nepotizmus. Jó, és én ennyit kívántam elmondani, nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen az előadást. Szerintem majd lesznek kérdések ennek kapcsán, a szekcióvezető részéről biztosan. Most pedig Kosztió Gyula, a Clio Intézet kutatója, a Magyar Nemzeti Levéltár, Szabolcs-Szatmár Bereg megyei levéltárának levéltárosa fog következni. Mutassa meg, hová tette a pénzt zsidók készpénzének elkobzása Kárpátalján 1944-ben. Nagyon új forrásokat fog nekünk mutatni a tisztelt kollega, kíváncsiak leszünk ezekre az új kutatásokra, új forrásokra. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai konferencián. Annyira frissek ezek az eredmények, hogy a tegnap elküldött PPT-t már javítanom is kellett, úgyhogy egy újabb verziót kellett ma újra tölteni, ami nem a szekcióvezető hibája, nem tudott róla, mert most elvitettük csak fel. Én Kosztió Gyula vagyok, és a mai alkalommal a Kárpátalján gettósított zsidó lakosság tól elkobzott készpénz mennyiségével kapcsolatban végzett levéltári kutatásaim eredményeit szeretném prezentálni, és viszonyítási pontokat adni, hogy ez az összeg akkor egyrészt mennyit jelentett, illetve valamilyen módon, majd kiderül az előadásomból, hogy ez mekkora értéket is jelenthet ma. Úgyhogy térjünk is rá az előadásomra. Alapvetően előadásom négy részből fog állni. Elsősorban a készpénz elkobzásának helyszíneiről, módjairól lesz szó, majd a készpénz sorsáról az elkobzás után, illetve a becslésemet, a számításaimat fogom itt közölni egy összegben, illetve mindenképpen ezek az adatok értelmezhetetlenek megfelelő forráskritikai problémák megemlítésével nélkül. Mielőtt átérnénk előadásom érdembeli részére, beszéljünk arról a földrajzi térről, ami a tárgyát képezi az előadásnak. Itt ugye Kárpátalja is annak zsidósága. Én egy kicsit visszafelé fogok haladni az időbe, és tudom azt, hogy egy dián nem lehet bemutatni azt, hogy 1938 és 44 között mind ment keresztül a kárpátaljai zsidó közösség. Nem is arra vállalkozok ebben az egy diával. A lényeg az, hogy 1944. április 12-én létrejön egy kettős közigazgatás, ezt északkeleti hadműveleti területnek nevezik. Ha megnézzük ugye a négy vármegyét, ami pirossal jelölve, ugye itt hagyományos vármegyerendszer kerül bevezetésre 1938, majd 39-től véglegesedik, illetve a hegyvidéki terület, amelyet Szürkálén adtokkal jelöltem, Ungi, Beregi, Máramarosi, ezt a hét közigazgatási egységet vonják össze, és április 12-én miniszterelnök rendelettel, április 1-től, tehát visszamenő hatállyal hadműveleti területé nevezik. Itt alapvetően egy polgári és katonai közigazgatás lesz az, amelyik megvalósítja a gettósítást is, illetve a deportálást. A zsidó közösség 1941-ben, ha hihetünk a népszámlásnak, 150 ezer főt foglalt magába, vagy talált itt a hét közigazgatási egységben. Alapvetően egy falusi közösségről van szó. A zsidó törvények hatása következménye is éreztette hatásait ezeken a területeken, itt sem volt, ezt a területet se került el,
Alapvetően az iparrevízió, ugye, amit meg lehet említeni, itt vannak számadatok, amiket hoztam, tehát mikor az iparrevíziót is, ugye a második zsidótörvényt végrehajtják, ezt tulajdonképpen 50%-tól megvonják az iparűzés engedélyt. Ugye itt már közismert, ezeket csak említés szintjén szeretném mondani, a kiutasítás 1941-ben, ugye a Kamjanos-Podolszki, illetve a harmadik zsidótörvény, amely mai napig még ismeretlen, annak a hatásai, ezt jelenleg is kutatásokat folytatunk ezzel kapcsolatban. És akkor térjünk rá előadásom érdemeli részére. Az elkobzásnak a helyszínei, illetve annak végrehajtói. Ugye itt, ha megnézzük, hogy a zsidó lakosság, tehát a német megszállástól, az ország német megszállásától, a kárpátaljai zsidóság deportálásáig milyen fokozataikig voltak a szereplői az elkobzásnak. Itt találhatunk a levéltári források alapján ugye német karhatalmat, akik sarcolják a deportálás, a gettósításig a helyi közösséget, a magyar karhatalom, illetve a magyar közigazgatás. A helyszínei pedig ugye, vagy igazság szerint a módjai, amikor a zsidó közösségtől, a zsidó személyektől elkobozzák, ellopják a készpénzét, ez közvetlenül ugye a német megszállás, amiről beszéltem, gyakran fordult elő Kárpátalján is, hogy megsarcolták a nagyobb zsidó közösségeket, illetve amikor konkrétan a gettósításra sor került, tehát ott reggel, azon a reggel, amikor a zsidó szemét otthonába ugye megfosztják vagyonától, illetve már a gettóban, valamint majd a bevagónírozáskor. Én a mai nap egy olyan számadatot fogok közölni, amely csak és kizárólag arra az összegre vonatkozik, amit a zsidó személy otthonában, a zsidó személytől kobzott el a magyar közigazgatás a gettósítás pillanatában. Mi történik a készpénzzel, amikor ugye elkobozták tőle? Hát alapvetően ezt az elméletet az április 17-i 61-63-as belügyminiszteri rendelet határozta meg, illetve a belügyi tanácskozást, ezt nem részletezném, ez úgy gondolom, hogy sokkal inkább közismertebb. Sokkal fontosabb a téma számára az április 12-én a kárpátai kormányzói biztos által kiadott rendelet, amely egyrészt megismétli a 61-63-as rendeletet, itt idéztem is belőle, hogy a pénzt, értéktárgyat, ékszereket nem vihetik magukkal a zsidók, mikor a gettóba kísérték be őket. Ez a rendelet közli először a magyar közigazgatással azt, hogy a helyi kárpátai magyar közigazgatással, hogy a kimutatási jegyzéket kell ugye készíteni az elkobzott ingóságokról, a karhatalomnak ezeket ládába kell zárni, három példányos leltárt kell róla készíteni, amit ugye a községi bírónak jegyzőnek kell átadni, és ez egy fontos rész, ugye a készpénzt a Magyar Nemzeti Bank fiók Munkácsi fiók intézetébe kell beszállítani. Azonban a gettósítás előtti nap, este április 15-én történik egy tanácskozás Ungváron, ez nem igazán ismert a magyarországi szakirodalomban, ahol szintén összegyűlnek főleg az Ung és Ungvár megyei közigazgatási szereplők is, egyebek mellett, hogy megbeszélik az előbb felsorolt tennivalókat, leszögezik, hogy a Munkácsi rendőrkapitányságra kell beszállítani a zsidók készpénzeit, illetve ezt majd Megyesi Lajos lesz az a királyi ügyész, akit ugye Kárpátaljára küldtek ki a belügyminisztériumból, hogy ő lesz az, aki ezeket a pénzeket átveszi, illetve majd továbbítja. Ugye nézzük akkor a gyakorlatban ez, hogy is zajlott. Április 16-án ugye reggel 8 óra, fél 9, 9 óra között kezdődött meg a zsidó lakosság gettósítása. Ugye az alapvető rendelet szerint a Magyar Nemzeti Bankba kellett volna beszállítani a községi előjáróknak, illetve a polgármestereknek a zsidóktól elkobzott készpénzeket. Ugye ez megszűnt az április 15-i rendelet szerint, és egy teljes káosz lett úrrá. Tehát voltak olyan községi előjárók, akik a pénzügyi igazgatósághoz küldték be a pénzt, voltak, akik egyáltalán nem küldték be a pénzt, hanem maguknál tárolták a környezőségekben. Volt, aki a járási főszolgabírónak, vagy a közigazgatási kirendeltség vezetőjének. Polgármesterek annyival voltak előrébb, hogy ők azonnal Munkácsi rendőrkapitányságra szállították be, tehát jelenlegi források szerint ezt tudjuk. És ugye innétről kerülnek be a készpénzek beszállítása ugye a Magyar Királyi Postatakarékpénztár állami zálogházának raktáraiba. Ugye ez május közepétől vannak források, hogy megkezdik szállítani. De mekkora összeg lehetett?
egy-egy községi edzőnél, vagy esetleg pénzügyi igazgatóságnál, vagy egy pénzügyőri szakasznál. Hát erre nagyon jó példa Szucsák Elemérnek, főhadnagynak az esete, aki munkácsról felvonult a frontra éppen a csapattestével, és Nagyszőlősön meg akarta látogatni a sógorát, aki pénzügyőr volt. És mivel otthon nem találta, ezért a hivatalba kereste meg, és ő a szemtanú hitelességével számolt be erről a naplójában, erről az idézetről. Láthatjuk, hogy mekkora mennyiségű készpénz volt felhalmozva, és ez mekkora sokkos, egy elképzelhetetlen sokként érte magát a főhadnagyot. Illetve hoztam még egy levéltári példát arra, hogy mekkora volt a káosz, tehát Csapon, amely nem egy félreeső területe volt Kárpátalnak, sőt a kereskedelmi úthálózatoknak a központja, tehát a csapi körjegyző nem tudta, hogy hová kell szállítani a készpénzt, amit összegyűjtött a városnak, a településnek a zsidó lakosságától, és egyszerűen 6 hete ott tartotta a körjegyzőségnél, és ez is mutatja azt, hogy egyszerűen egy teljes káosz jellemezte ezt a beszállítást. És akkor mekkora összeg is volt ez? Mindenképpen mielőtt még közölnénk, meg kell jegyezni, hogy ez egy minimum összeg volt, mert mindjárt erre részletesebben kitérek a forráskritikai részben. Ez az az összeg, amely biztosan beszállításra került a Zálogház budapesti raktáraiban. Ez az összeg ugye 2,3 millió pengő volt, amelyet 90-95 ezer gettósított zsidó személytől koboztak el. Készítettem egy diagramot, amely azt mutatja, hogy ez csak egy érdekesség kedvé készítettem. Ha megnézzük a középső sötét zölddel rendelkező oszlopot, az azt mutatja, hogy Kárpátalja zsidó lakosságának hány százaléka élt itt. Ha ezt összeadjuk, ez tulajdonképpen 19% ebbe a három városba, és őtőlük kobozta el a magyar közigazgatás az 52%-át a készpénznek. Tehát ez egy eléggé beszédes adat. Mit jelentett akkor ez az összeg? Hát ennek az érzékeltetéséhez ugye nem biztos, hogy mindenki tisztában van vele, hogy mit jelentett egy pengő is 1944-ben. Ennek érzékeltetéséhez én kárpátaljai munkakörök beosztását és fizetési kimutatásait hoztam el. Tehát ha ki szeretnénk fejezni főispáni fizetésben, az a 53 évi keresetnek felel meg, és tulajdonképpen ebből a szempontból a munkakereseti lehetőségek legalján az a kétkezi napszámbéres van, aki fakitermelésen dolgozik Kárpátán, akinek 914 évi keresetének felel meg ez a 2,3 millió pengő. Ha viszonyítani szeretnénk magyar közigazgatási adatokhoz, akkor én Ungvár költségvetésének a kiadásai oldalát hoztam. Ha megnézhetjük, hogy 1940 évi kiadásai tulajdonképpen kétszer meg lehetett volna finanszírozni Ungvár városának, amely közel 40 ezer fős város volt. Az infláció, illetve a háborús nehézségek miatt 1943-ban ugye az egész évi kiadásait fedezte volna ez az összeg, és 1944-ben idézőjelben ugye már csak a 70%-át tette ki az összeg. Szerettem volna összehasonlítani ezt az összeget más magyarországi zsidó közösségekkel. Van egy olyan fogalom a szakirodalomban, hogy a kárpátai szegény zsidóság, amikor aki előttem kutatók már próbálkoztak ilyen összehasonlításokkal. Én azt mondom, hogy ezt mindenképpen fenntartásokkal kell kezelni, mivel nincsenek megfelelő viszonyítási pontok. Sok esetben persze természetesen a források töredezettsége, nyelvezete az meghatározó, emiatt a szerzők is sok esetben fogalmazási problémákat követnek el. Mikre gondolok? Tehát a szombathelyi csendőrkerületben például 2675 zsidótól ennyi és ennyi pengőt gyűjtöttek össze. Oké, de nem derül ki, hogy ez még a gettósítás elején, vagy már a gettóban, és elkoboztak tőlük, vagy a bevagonírozás közben. Tehát ilyen, ezek csak típus problémák. Mindegyikből lehetne többet is hozni, csak az a helyzet, ezt azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ez megnehezíti a kutatónak a itt láthatóak a típus problémák, például Baranya vármegye gettókban, és hány gettóban, és hány zsidótól vették el ezt a 3,4 millió pengőt. Éppen ezért én felállítottam egy táblázatot, ez azt mutatja, hogy az általam
összeszámolt 2,3 millió pengő, amit ugye elkoboztak a 90 ezer zsidó szemétől, ez egy, ha leszeretnénk bontani, akkor ez fejenként 24 pengőt jelent, hogy legyen valami viszonyítási alapunk. Egyedül a nagyváradi gettóról találtam olyan adatot, amit fel tudtam volna használni viszonyítási alapnak. Itt a 35 ezer gettósító zsidó személytől 1 millió pengőt koboztak el. Ez 28 pengőt jelent. Nem tudom, hogy ez jelente bármiféle fajta viszonyítási pontot, de ha gettó tekintetében nézzük, tehát gettót hasonlítunk össze más területek gettójával, akkor tulajdonképpen nem is állja meg ez a kárpátai szegény zsidósága helyét, de még egyszer mondom, hogy ezzel kapcsolatban kutatásokat végzek jelenleg is, és bízom benne, hogy sikerül árnyalni azt, hogy ez megfelel a valóságnak, vagy nem. És mit jelent ez az összeg ma? Tehát nem biztos, hogy tudjuk értékelni azt, hogy bár az, hogy valakinek 900 évig kell ennyi pénzért dolgozni, az eléggé jól visszaadja a súlyát ennek az összegnek. Én olyan dolgokat választottam, amelyek elég értékállóak voltak akkor is, illetve ma, és amelyet ezt tudtam számadatokat is találni. Így az aranyra és a dollárra esett a választásom, illetve a relatív vásárlóerő paritásszorra. Ha 1944-ben a 2,3 millió pengő 531 kg aranyat tudtunk volna venni, akkor ma ezt, ha meg szeretnénk vásárolni, elég mélyen a zsebünkbe kellene nyúlni, ez 10 milliárd forintnak felelne meg. A dollárban kifejezzük, ez ugye láthatóak a számadatok, és itt nem is szeretnék erről alaposabban beszélni, akkor az 330 ezer dollár az ma, annak a relatív vásárló ereje az 5,2 millió dollárnak felel meg. Ugye itt forintba is átváltottam. És mindenféleképpen ez az egész lényeg, az egész előadásnak az a forráskritikai problémákban keresendő, mégpedig az, hogy mi is volt a forrás. Alapvetően a Magyar Nemzeti Levéltár van lévő Z936-os fond, a kassai csendőrkerület jegyzékei a deportált zsidók ingóságainak települések szerint ABC sorrendben. Itt települések és zsidó családok szerinti jegyzékről beszélünk, tehát én ezt egyesével átnéztem, és kiírtam a készpénzeket. Miért csak minimum összeg ez a 2,3 millió pengő? Hát egyrészt azért, mert csak Kárpátalja 60-65%-án, Kárpátalja környezőségének 60-65%-ára látunk rá, tehát annyi településről maradt fent ez a kimutatás. Nem maradt fent olyan kimutatás olyan fontos helyekről, mint Nagyszőlő és 20 Tilosva. Ez a három település adta 11%-át a kárpátai zsidóságnak, amire abszolút nincs is rálátásunk. Sok jegyzék kibetűzhetetlen, én 3 tucatot számoltam össze, amely kibetűzhetetlen, és nagyon sok esetben az összegyűjtött készpénzt, például mint a Csapi példa is mutatja, ott tárolták a környezőségben, nagyon sok esetben ebből fizették ki a már deportált zsidónak is a tartozását, illetve sok esetben a gettók bővítését. Összegzésként én mindenféleképpen szeretném azért azt egyértelműsíteni, hogy bár 60-65%-ára van rálátásunk a településekre, azért nem egy bonyolult matematikai képlet, egy aránypár felállítása, amelynek segítségével 3,5 millió pengőről becsülöm azt az összeget, amelyet a gettósítás során elkoboztak a kárpátai zsidó lakosságtól. Ugye itt a gettóban élő zsidóktól, már a gettóban élő zsidóktól elkobzott készpénzmennyiséget nem tudjuk megbecsülni, mert sajnos semmilyen levéltári forrás nem utal rá. Nem találtam olyat, ami esetleg becslésre adna lehetőséget, csak úgy, mint a gettósító közigazgatás is, mekkora összeget lopott el, csalt ki, zsarolt ki a gettósítás során a zsidóktól. Tudjuk azt, hogy 3,2 millió pengőt sarcoltak ki a németek, a német megszállás és a gettósítás közötti időszakban Kárpátalján. Itt mellékeltem, hogy 20 Beregszász, illetve Ungár esetéről konkrétan ezt tudjuk levéltári alátámasztani, illetve Ungvár város is megsarcolta a saját zsidó közösségét, erre 150 ezer pengő összegben volt. És ha ezeket összeadjuk, akkor ez a minimum összeg az, amelyik 6,8 millió pengő, amelyik tulajdonképpen a kárpátaljai zsidó lakosságtól elkobzásra került, de ez nem egy olyan teljes összeg, amelyik be is került a Magyar Nemzeti Bankba. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet. Berettyó Újfaluból érkezett a következő, illetve a szekcióban az utolsó előadónk. Hát a tegnapi egyik előadás az igen, csak borzolta a kedélyeket, a
testnevelés órák, sport és zsidók szemszögéből is. Most egy ilyen sporttéma következik a Bihari Múzeumból, Berettyó Újfaluból, történész segédmúzeológusként Szőke Rihárd fog előadni. A vidéki zsidóság és a sport kapcsolata, a Berettyó Újfalui Sport Egylet két világháború közötti történetéről. Kérem, hogy tartsa meg az előadást. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm szépen a szót elnök úrnak, és valóban Berettyóújfaluból érkeztem, és ezért egy tulajdonképpen helytörténeti előadást fogok tartani. Még pontosabban egy egyesület történetit, de biztosan nem sporttörténetit, ennyit megígérhetek. És előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy a Berettyóújfalui zsidóság milyen mértékben vett részt mind a Berettyóújfalui Sport Egylet, későbbiekben BUSE, megalapításában és későbbi működésében. Szeretnék egy pár szót mondani először is Berettyóújfaluról a dualizmus alatt. Ugye regionális központ Bihar vármegyében, talán a legkorrektebb megfogalmazás, hogy hol is található a község, Debrecen és Nagyvárad között félúton. Úgy ismeretes a korszakban, mint a Sárréti járás központja, köszönhetően nagyon fontos piacának, illetve 1858-ra előlendíti ezt a folyamatot a Püspökladány-Nagyvárad vasútvonal megépítése, melynek egyik állomása ugye Berettyóújfalu lesz. 1871-ben a településrendezési törvénynek köszönhetően nagyközséggé minősítik a települést, és a helyi értelmiség nagyon csalódott ezügyben, mégis a városiasodás évtizedeinek tekintjük a dualizmus éveit, hiszen megindul az a törekvés, hogy Berettyóújfalu is várossá válhasson. Úgy gondolták a község előjárói, hogy ezt úgy próbálják kivitelezni, hogy minél több intézményt és közhivatalt alapítanak Berettyóújfaluban, vagy költöztetnek ide. Ugyanakkor a társadalom önszerveződése is megindul, ugye ismeretes, hogy a polgárságban mindig is megvolt az igény az egyletté alakulás igénye, és ebben nagy segítséget kaphattak a településen élő, asszimilálódó, vagyonos zsidóságtól is. Ugye, csak hogy néhány szervezetet kiemeljek a településről, polgári kör, önkéntes tűzoltó egyesület, iparvédelmi egyesület, vagy ami még konkrétabb, az izraelita jótékony nőegylet. A település központi szerepéről árulkodik például a növekvő népességszám is, melyről egy későbbi dián majd részletesebben is fogok beszélni. Viszont a helyi zsidóságról is szeretnék néhány szót ejteni. Már az 1700-as évek elején tudjuk azt, hogy Berettyóújfalu környéki településeken találunk zsidó családokat, akik Berettyóújfaluban végzik kereskedelmi tevékenységüket. 1800-as évek elejére már Berettyóújfaluban is találunk zsidó polgárokat, akik 1807-ben egyházzá szerveződnek, és tudjuk azt, hogy 15 vezetőségi taggal rendelkeztek ekkor. Első imaházukat 1840-re fel is építik, viszont az 1868-69-es magyar zsidó kongresszus után a Berettyóújfalui felekezet az ortodox álláspontot képviseli a továbbiakban. 1876-ra elemi iskolával rendelkezik a hitközség, 1903-ban pedig felhúzzák a ma is álló zsinagógát. Nagyjából átlagosan elmondhatjuk, hogy a korszakban végig 9-10%-a izraelita felekezetű a helyi lakosoknak. Ugye ígértem egy kis demográfiát. Ugye itt jól látható, hogy növekszik a népesség szám, és valamilyen szinten az izraeliták száma is növekszik. Ugyanakkor 1920-ra találunk egy nevezzük stagnáló adatnak ezt az 1003 főnyi izraelita polgárt, viszont ez teljesen arányait tekintve teljesen belefér a 9-10%-os adatunkba. Viszont megemlíteném érdekességképpen, hogy míg az izraeliták stagnáló számot tudtak mutatni, felhívnám a figyelmet a római katolikusokra, akik 1910-ről 1920-ra szinte majdnem megduplázódtak. És ennek ellenére mégsem vesztették el súlyukat a településen az izraeliták ezzel a 9-10%-kal. De hogy rátérjek a konkrét témára, a Berettyóújfalui Sport Egyletre,
Tudjuk azt, hogy az alapgondolat, illetve az első szervezkedések már 1910-ben jelentkeztek, de az alapszabály csak 1911-ben fogadták el. Ugye az egylet céljáról, az alapszabályban tudunk többet, ezt fel is olvasnám, mert elég érdekes. A nemzeti érdekeket szolgáló testgyakorlás művelése, vagyis az atlétika, a vívás, tornászás, korcsolyázás, turisztika, teniszezés hatékony a művelése és fejlesztése. Tehát az alapszabályban szó sincs a labdarúgásról eddig. Illetve hoztam egy újságcikket is, melyben szeretném felhívni egy gondolatra a figyelmet, ezt felolvasnám. Azt hiszük, hogy mai napság már majd minden valamire való városban létesülő sportegylet főképp azért talál pártfogásra, mert társadalmi missziót teljesít. Mire utal a szöveg? Arra, hogy a sportegylet megalakítása is beilleszkedik abba a képbe, melyet az előadás elején említettem, hogy Berettyóújfalu várossá szeretne válni, legalábbis ami a polgárságot, ami az értelmiség szándékait illeti. Viszont nem kell sokat várnunk ahhoz, hogy megalapuljon az Egyesület 1911-ben. Én nem szeretnék hosszasan mesélni az alapító tagokról, viszont a foglalkozásaikról egy kicsit többet. Boros Gyula például gyógyszerész, dr. Szilágyi Jenő a Derecskei szomszédos járás főszolgabírája, vagy Kis Antal fogász, Brózik Dezső iskolaigazgató, Kerekes Ferenc ügyvéd. Tehát látjuk azt, hogy a polgárság szervezte meg ezt az egyesületet. Két nevet azonban kiemelnék, az izraelita Adler Pál, aki 1878-ban született a nem olyan messze lévő Bihar keresztesen, saját téglagyárat alapított Berettyóújfaluban, valamint később a Sáréti Népbank tisztviselője, majd elnöke. Továbbá kiemelném még Weisberger Ármin nevét is, aki szintén Berettyóújfaluban született, viszont 1918-19-es forradalmi tevékenysége miatt börtönbe kerül, azonban szabadulása után ismét közéleti tevékenységeiről fogjuk ismerni. És akkor az újfalui futballról. Hát már 1911-ben vannak adataink arról, hogy házi versenyeket tartanak mind atlétikában, mind a futballban. Az első dokumentált mérkőzésre 1912-ben kerül sor, amikor is a nagyváradi törekvés ellen lépett pályára az újfalui csapat. Hát annyit elárulok, hogy 3-1-re kikaptunk. A játékosok pedig, vagy a pályára lépő játékosok névsorát is sikerült rekonstruálni. Ugye látjuk azt, félkövérrel szedtem az izraelita állampolgárokat, ugye Fisben Jenő, Nyúl Dezső és Salamon Jenő. Ugye mit érdemes róluk tudni? Többek között azt, hogy Salamon Jenő annak a Salamon Bélának az öccse, aki később itt Budapesten fut be színészi, illetve humorista pályafutást. Fisben Jenő és Nyúl Dezső berettyóújfalui kereskedők. Azt tudjuk, hogy a világháború alatt nem működik az egyesület, ezt visszaemlékezésekből tudjuk, hiszen az egyesület öltözőjét és különböző felszereléseit pont a katonák teszik tönkre. És erről panaszkodnak egy iratban. Hát elérkezünk 1920-hoz, ugye a trianoni békeszerződés az, ami a mi vármegyénket, ha szemléltetnem kellene valahogy, hogy hogyan érintette, akkor csak ennyit mutatnék. Ugye a nagy Biharországból Csonka Bihar vármegye lesz, és a megye addigi megyeszékhely Nagyvárad a határ túlsó oldalára kerül, míg Berettyóújfalu ugye a mai Magyarország területén marad. Ugye úgy fogalmazta meg ezt Konrád György, hogyha Nagyvárad a nap, akkor biztosan Berettyóújfalu a hold. És Berettyóújfalu lesz a vármegye megyeszékhelye. Azonban adódik itt egy kisebb csavar, ugyanis továbbra sem lesz város a település, hanem nagyközségként próbál helytállni ebben a új, és kiemelném, hogy ideiglenesnek gondolt helyzetben. Azonban ez egy nagy erőt adott az addig kevésbé jól működő tevékenységek elkezdésére, ilyen például az infrastruktúra. Tehát utcákat kezdenek kijavítani, megindul a villamosítás kiépítése, illetve nagyon fontos, hogy a vármegyei apparátus is kénytelen Berettyóújfaluba költözni, mely szintén hoz magával több fejlesztést is, illetve nagyon fontos kiemelni, hogy ekkor a vármegye orvosi ellátás nélkül, még ha nem is, de kórház nélkül marad, és Berettyóújfaluban 1928-ra ugye megépül a közkórház.
Látjuk azt, hogy a község, illetve a vármegye vezetése támogatja a sport egyletünket, hiszen teljesen ingyen sportpályát kapnak a Kréta-szigeten, amely Berettyóújfalunak egy nevezzük város része, annyit elárulok, hogy mai napig futballpályaként működik. Ugye a 20-as évek keresztény nemzeti gondolatairól már volt szó a mai előadások során többször is, viszont az eddigi kutatások azt mutatják, hogy Berettyóújfaluban itt a 20-as évek után kevésbé volt őrségváltó a hangulat, egy-két sajtócikktől eltekintve nem találtunk ilyen jellegű írást. És a Buse, mint egyetlen bihari klub 1924-ig, talán ez is jelentette azt, hogy mennyire támogatták a helyi elit köreiben, hiszen 1924-ben majd Komádi lesz a következő település, ahol sport egyesületet alapítanak. 1925-ben Derecskén alakul, mely már nem is önállóan, hanem a MOVE keretei között, ugye erről későbbiekben is lesz majd szó. 1930-ban pedig Berettyóújfalutól délre, Sarkadon és Okányon is alapul egy-egy sportegyesület. Hoztam még egy kiegészítő demográfiai adatot. Látjuk azt, hogy 1930-ra már átlépi a település lakóinak a száma 10.000 főt, azonban még ekkor is azt látjuk, bár itt nem írtam ki, de 1083 izraelita élekkor Berettyóújfaluban, mert nagyjából továbbra is megfelel a 9-10%-os aránynak. Szeretnék egy pár szót szólni a játékosokról, azonban kiemelném, hogy itt forráshiány miatt azért nem volt egyszerű feladatunk. Egyrészt a neveket meg kellett fejteni, hiszen ezek az adatok a helyi hírlap sportrovatából származnak, mely olykor nem tartalmazott csak vezetéknevet. Ugye itt is félkövérrel szedtem az izraelita polgárokat, és látjuk azt, hogy 1920-ban elég sok adatunk van, és később években ez egy kicsit megcsökken, próbáltam minden évből hozni egy-egy névsort. Lehetne ezt tovább folytatni, szerencsére azért állnak rendelkezésre adatok, de az idő hiánya miatt most itt a 20-as évek elejét gondoltam egy kicsit fontosabbnak, hiszen nagyon jól látszik, hogy durván a játékosok 50%-a az izraeliták közül kerül ki. Gyűjtöttem is néhány adatot róluk. Svéd Béla, bár eddig ismeretlen számunkra, de minden forrás megerősíti, hogy egy hibátlan kapus lehetett egykoron. Fischben Jenőről már volt szó az 1912-es felállásban is. Blau Béla viszont egy új név ebben a névsorban. Ő 1900-ban született Berettyóújfaluban. És hogy mivel foglalkozott, az csak egy későbbi írományból vezethető vissza, hiszen neki az 50-es években többször is meggyűlt a baja a fővárosi hatóságokkal áldrágítás miatt, így vélhetően kereskedelemmel foglalkozott. A Friedman testvérekről nem sokat tudunk, viszont annyit igen, hogy Friedman Antal 1900-ban született, és az ő nevével is majd csak később az 1944-es deportálási jegyzőkönyvben találkozunk. Schäfer Andor, szintén berettyóújfalui születésű, testvéreivel együtt működtetett mezőgazdasági termény volt ott. A Glück testvérek, bár nem berettyóújfaluiak, de ők is kereskedelemmel foglalkoztak, illetve Kertész Jenő, vagy született Kohn Jenő, aki szintén községünk szülötte, de ő cipészként foglalkozott. Most a további nevekben nem merülnék el, viszont felhívnám arra a figyelmet, hogy itt 1922-ben ugye felmerülnek ilyen római számok 1-es, 2-es. Ez a sport újságírásban egy megszokott dolog, azonban, hogy mikor melyik személy játszott, azt nem tudhatjuk, viszont arra sejtetünk, hogy testvérekről lehet szó, legalábbis a Glück nevek esetében biztosan. Hogy mire jutunk ezekből az adatokból? Hát arra, hogy a helyi és a környékbeli izraelita kereskedő réteg vett részt a Buse focistái között, valamint azoknak leszármazottai. Hoztam vezetőségi adatokat is, mely teljesen máshova fogja vinni az eddigi gondolatmenetünket. Ugye azért 1923-ból, mert ez az első hosszabb listánk, ez csak az egyik oldal, a következő dián is látható lesz még. Ugyanazt a módszert alkalmaztam, továbbra is félkövérrel szedtem az izraelita polgárokat, és láthatjuk, hogy eléggé megcsappant a számuk, legalábbis ami a játékosokat illeti. Itt sem szeretnék hosszan belemenni, csak egy-két nevet kiemelnék, például a díszelnök Piskárosi dr. Szilágyi Lajos, aki ebben
ebben az esztendőben a Berettyóújfali mandátum tulajdonosa a nemzetgyűlésben, vagy Kelemen János iskolaigazgató. Tehát látjuk azt, hogy továbbra is a város vagy község vezetősége, a vármegyei apparátus, a formális vezetőség foglal helyet a Buse vezetőségében is. Ugye kettő nevet találtunk, Friedman Antal és Kepes József vesz részt ezekben a formális tisztségekben. Azonban, ha váltunk, átlapozunk a másik oldalra, itt már jóval több nevet találunk. Ezek azok a pozíciók, amelyek járnak valamilyen funkcióval. Kiemelném például a Vigalmi Bizottsági Elnököt, aki Nyúl Dezső volt, és bár első hallásra lehet, hogy nem tűnik olyan fontosnak, a Buse életében ez nagyon fontos volt. Erről is szeretnék majd később beszélni, de például egy egyesület, vagy akár egy sportegyesület életében is nagyon fontos az, hogy honnan szerez bevételt, és a Buse többek között ezekből a műsoros estekből, ezekből a vigalmi estek lebonyolításából, vagy annak belépőjegyeiből szerzett bevételt. Helyettes pályagondnok Stark Adolf volt, róla sem tudunk jelenleg többet, csak annyit, hogy 1903-ban született Berettyóújfalon, és az ő nevével is majd csak 1944-ben találkozunk a deportálások során. Választmányi tagok közül Schäfer Dávidot emelném ki, aki az előző diákon említett Schäfer Andornak a testvére, tehát ők együttműködtették a mezőgazdasági terményboltot. De kiemeltném Zádor Bélát is, aki szintén a Berettyóújfalui kereskedelem egyik nagy alakja, hiszen ő textilboltot üzemeltetett, amit apjától vett tovább, vagy Fodor László neve is fontos, hiszen ő a Bihari Fakitermelési Részvénytársaság egyik tulajdonosa ekkor. Nyúl Miksa szintén kereskedelemmel foglalkozott, 1919-ben indított el Berettyóújfalban vaskereskedését, vagy kertészenőről már említettem, hogy ő pedig cipészként működött a Berettyóújfali főutcán. Viszont eljött az ideje annak, hogy Berettyóújfalon már több sportegyesületet is úgy gondolták, hogy elbír, nem így lett. 1924-ben megalakul a Berettyóújfalon Iparosok és Kereskedők Sportegyesülete, mely nem egy önálló kezdeményezés, a Buséból váltak ki azok, akik nem értettek egyet az addigi vezetéssel. Egyszerre működik a két sportegyesület, és megfigyelhető, hogy nagyjából ugyanazok a tagok támogatják, ugyanazok a vezetőségnek a tagjai, van néhány új ember, de láthatjuk azt, hogy szinte teljesen ugyanaz a két csapat vezetősége. 1929-ig tart ez a különállás, és már évelején visszaolvad a Buséba a disszidensek egy része, ami azt eredményez, hogy hatalmas lesz a Buse tagság, és az addigi nagy létszámú izraelitát tartalmazó egyesületnek az arányszáma lecsökken a Buséban. És azt látjuk, hogy innestől kezdve a fókusz már máshova helyeződik át. 1927-ben ugye Berettyóújfalban adják át az ország első Levente házát, melyet maga Horthy Miklós is megtekintett, és a Buse pályája, amit ugye korábban a község ingyen bocsátott rendelkezésére, hirtelen a Levente Egyesülethez kerül, és bár továbbra is ingyen használhatják, a tulajdonos innestől fogva a Levente Egyesület lesz. Anyagi gondokkal küzdik a Buse, hiszen a helyiek, mind a vezetőség, mind a lakosság más csapatot támogat, hiszen megjelenik a községen még egy rivális, ami a Bihari Turul lesz. 1932. szeptember 25-én alakulnak, és visszaemlékezésből úgy tudjuk, hogy ez azért alakult, hogy egy zsidómentes futballcsapat legyen. Annyit elárulok, hogy ez nem lett sikeres ez az elhatározás, hiszen már 1933-ban találunk tagjai között zsidó állampolgárokat. Ugye a díszelnökök átpátoltak a Buséból a Bihari Turul csapatához, például Nagyányi János Alispán vagy Molnár Imre, aki ekkor országgyűlési képviselő. A helyzetet rontotta, hogy közös volt a pálya és az öltöző a Buséval, valamint kiemelném, hogy a Bihari Turul is a MOVE alapszabályát veszi át, melynek egyik legfontosabb pontja az, hogy kik lehetnek tagjai, csak keresztény magyarok. És 44-ig tudott működni a Bihari Turul. Ugye említettem már többször ezt a 44-es csendőrkerületi összeírást, hát a busai tagjai közül 65 főt találunk ezen a listán, és még ismerünk kettő darab munkaszolgálatra bevonult tagot is.
viszont azt el lehet mondani, hogy a visszatértek közül továbbra is többen futballoztak a Buse csapatában, hiszen egy mai napig aktív futballcsapatról van szó, és én ennyit szerettem volna ma elmondani. Köszönöm szépen. Szokás szerint szekcióvezetőként én élnék a hozzászólás vagy kérdés lehetőségével. Ugye Györfi Gergelyhez egyértelműen az lesz a kérdésem, hogy milyen más Somogy megyei vagy Dél-Dunántúli településsel tudja majd ezt összevetni a későbbiek folyamán. Van-e már ilyen terv, hiszen akkor látjuk majd igazából ilyen komplexebben, hogyha össze is tudjuk hasonlítani, hogy mi történt Kaposváron, hogy a környezetben, a régióban, akár a deportálási zónában hogyan zajlottak ezek a zsidóüzlet elvételek. Hát Kosztolya Gyulához most egy ilyen naív kérdést teszek fel, hogy mi lesz a következő kutatás, mit fog összeírni a készpénz után, milyen értékeket, és miről hallunk majd a későbbiek folyamán tőle, előadás vagy publikáció szintjén. Szőke Richárdhoz ugyanaz nagyjából, mint az első előadóhoz, hogy mivel tudjuk majd ezt összehasonlítani, tehát most így ezt önmagában láttuk, a Busét, hogy micsoda sikereket ért el, aztán pedig hogy fogyott, és hogy jöttek a riválisok, de ott esetleg a bihari régióban, vagy Tiszántúlon, kivel fogjuk majd ezt összehasonlítani a későbbiek folyamán, hogy folytatódik a kutatás. Szerintem az első eladó kezdje. Köszönöm szépen a kérdést. Arról nem tettem említést, de a jelenleg folyó doktori kutatásom az egy korábbi kutatásra épül, amit még MA tanulmányaim során végeztem, és ezen kutatás során kiemelt prioritást élvezett az, hogy a kaposvári eseményeket összehasonlítsam más magyarországi nagyvárosok eseményeivel. Konkrétan három város esetében történt meg ez a komparatív összevetés, Péccsel, Sopronnal, illetőleg Szegeddel. Hát a célkitűzés az nyilvánvalóan az esetleges hasonlóságok azonosítása, illetőleg a fellelhető eltéréseknek az azonosítása volt. És szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, ha azt mondom, hogy az események között igencsak komoly azonosság fedezhető fel. Ennek kapcsán néhány példát, ha szabad, meg is említenék. Tehát néhány esetben tényleg döbbenetes a hasonlóság. A Somogyi Újsághoz a deportálások lefolytatását követően, de hát július hónap második felében több beadvány is érkezett a helyi lakosok részéről, illetve a környező településeken élő állampolgárok részéről. És egy marcali lakosnak egyébként a beadványát azt meg is jelentette a helyi napilap. Na és mi lenne a tartalma ezeknek a beadványoknak? Itt azt kifogásolták a keresztény állampolgárok, hogy már réges-régen, ugye az ő szavukkal élve, megtörtént a zsidóknak a deportálása, ugyanakkor a belvárosi utcákban még mindig megtalálhatóak az ő név és cég tábláik, amely ugye a helyi lakosoknak, vagy a városba érkező vidéki lakosoknak a megtévesztését idézik elő, tehát ezeket a táblákat ugye minél hamarabb szükséges lenne eltávolítani. De hát ez történik Kaposváron, és gyakorlatilag ugyanez megjelenik Pécs esetében is, csak már jóval korábban, itt május 22-én kap a polgármester egy erre vonatkozó, Esztergál Lajos polgármester egy erre vonatkozó beadványt a helyi lakosoktól. És akkor a szabad még egy példát megemlítenék. Ahogy láthattuk, az kaposvári üzletek zár alá helyezését követően kérvények tömkelegével bombázzák a helyi lakosok az illetékesnek vélt hatóságokat. Gyakorlatilag ugyanezt történik Pécsen. Itt olyan nagy számú a kérvényeknek, a beérkező kérvényeknek a száma, hogy Esztergál Lajos polgármester június 14-én egy kérvényt kénytelen megjelentetni, amiben arra kéri a lakosokat, hogy semmiféle, tehát hogy a továbbiakban semmiféle kérvény ne nyújtsanak be, mert egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy ezeket az üzleteket, illetőleg hogy ezek berendezését kiutalják, mert nem született meg az ehhez szükséges jogszabályi háttér.
Sopron városának esetében szintén hasonló jelenség tapasztalható. Én egy kicsit sokalom ezt a számot, de állítólagosan ugye májusban több mint 3000 igénylés futott be az üzlethelyiségekre, valamint azok ingóvagyonára vonatkozóan, és itt sem maradt más lehetősége a város polgármesterének, mint hogy arra kérje a lakosokat, hogy legyenek türelemmel, és ne nyújtsanak be több kérvényt, mert úgysem fog sor kerülni azoknak az elbírálására. Jó, és akkor remélem, hogy ezzel sikerült megválaszolnom a kérdést. Hogy mi az, amit még kutatni fogok? Hát alapvetően azt tudunk még a témában megjelentetni, amire van forrás. Tehát nyilván ebből a forrásból, amit itt említettem, még lehetőség van arra, hogy ez a kárpátaljai körjegyzőségek 60%-át magába foglaló jegyzék, ből meg lehet mondani még azt, nagyon hosszú és nagyon aprólékos munkával, hogy nagyságrendileg mennyi drága követ, aranyt és egyéb nemes fémeket vettek el abban a pillanatban. Tehát ezt hangsúlyozni kell, hogy ez nem a teljes zsidó vagyon elkobzását jelenti, ez csak és kizárólag a gettósítás pillanatában elkobzott vagyonra vonatkozik ebből. Azonban a Beregszászi levéltárban, tehát Kárpátalján rengeteg lehetőség van még. Ugye ezt végzem is, és csinálom. Alapvetően, amit még mindenképpen ki lehet kutatni, illetve még be lehet erről számolni, az az ingó és ingatlan vagyon inkább. Tehát itt inkább igazság szerint a mezőgazdasági földek, és a ugye Kárpátalja lévén az erdők, annak a tulajdonjoga, illetve annak az elkobzása, de ez egy nagyon hosszú folyamat, ami már 41-ben kezdetét veszi, amikor a Kozma Miklóst odarendelizik kormánybiztosnak, ő indítja be ezt a harmadik zsidó törvény gyakorlati végrehajtását, és tehát mindenre van forrás, jelenleg legalábbis így fest ez a helyzet. Ugye miután a forrásokat feltártuk, és ugye itt nem spoilerezek előre szerintem, de úgy fest, hogy ebből egy kötet lesz a kárpátai holokausztról, és ugye ennek az egy pici kis része, amit itt ma előadtam, illetve jelenleg is zajlik például a vállalatoknak, tehát ezt kutatom éppen a vállalatoknak az átvétele, bérbeadása, haszonbérbeadása, úgyhogy itt nagy izgalommal hallgattam a kollégának az ide vonatkozó kutatásait, majd jól lehivatkozzuk egymást. Illetve ami még egy nagyon fontos része az, hogy összehasonlítani más területekkel. Tehát ez lenne a lényeg, amiből következtetéseket tudnánk levonni, hisz azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ahol az egész holokauszt folyamatában Kárpátalja, illetve Észak-Erdély laboratórium volt. Tehát egy kísérleti terület, ahol ezt az egészet a magyar közigazgatás megkezdte. Nem tudom, hogy válaszoltam. Köszönöm én is a kérdést, és tényleg nagyon fontos az összehasonlítás, de talán még nem tartott ez a kutatás, hogy más várossal vagy más községgel hasonlítsuk össze, hiszen az, hogy Berettyóújfaluban a sportklub az, ami mondjuk a 20-as évek végére kerül egy kicsit ki a Pixisből, ha fogalmazhatok így, lehet, hogy szintén helyben egy másik egyesület már sokkal hamarabb, és akkor lehet, hogy azoknak az okait kellene először feltárni, hogy egy még alaposabb összehasonlítást tudjunk végezni. Illetve a kutatás másik fontos része, hogy eleve a Berettyóújfalu zsidóságot szeretnénk jobban megismerni, nem feltétlen a sportklub működését. Ez egy szerencsés véletlen, hogy erre így ráakadtunk, hogy van itt egy ilyen átfedés, de valójában a nagyobb képet szeretnénk látni egy helytörténeti szinten. De ha röviden kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy talán egy olyan településtel érdemes összehasonlítani, amely lakosság számban nagyjából megegyezik, és a zsidók aránya is így nagyjából megegyezik. Köszönöm szépen. Orosz Levente Klió. Nekem Szöke Richard lenne egy kérdésem, és közben válaszolnék Istvánnak is a felvetésére. Én tudok egy nagyon jó összehasonlítási alapot. A tegnap itt adott elő Kerber Krisztina, és egy korábbi kutatásában egy szombathelyi nőegyletet
nőegylet történetét kutatta, és nagyon érdekes, mert ő azt arra következtetésre jutott, hogy 18 után, 20-as évek elejére a szombathelyi nőegyletből gyakorlatilag a keresztény tagok kiutálták, kiközösítették a zsidókat, az izraelitákat, és ezért az izraeliták egy külön nőegyletet hoztak létre. Na most itt az a kérdés, hogy nálad nem volt ilyen kiközösítés 18-19 után, a 24-es szakadást, amit említettél, nem volt benne véletlenül egy ilyen felekezeti ellentét, illetve a harmadik kérdés pedig az, hogy a zsidó tagok meddig voltak tagjai a Bushának? Egész 44-ig, vagy pontosan ezt lehet tudni, kutattál ebben részletesebben? Igen, a névsorok megvannak, és ebből azért világosan kiderül, hogy nagyon jól együtt tudtak játszani a keresztény és a zsidó játékosok, és a vezetőségben is nagyon jól megfértek egymással. Ugye az pont ezt volt hivatott szolgáltatni a névsor, a vezetőségi névsor is, hogy bár a formális tisztségekben nem kaphattak helyet, de a valódi funkciót hordozó pozíciókat gond nélkül betölthették, és igen, tehát amikor létrejön a szakadás, ugye a 24-es szakadásban ez nem figyelhető meg, ugye pont azért, mert az iparosok és kereskedők hoznak létre egy másik sportegyesületet, és hát a Berettyóújfalu iparosok és kereskedők nagy része izraelita. Tehát, hogy ez így nem állja meg a helyét, bár én is gyanakodtam hasonlóra, de úgy tűnik, hogy ez nem inkább a Turul lesz az, ami teljesen zsidómentesként próbál elindulni, de egy ilyen településen, mint Berettyóújfalu, úgy tűnik, hogy ez nem megvalósítható ebben az időszakban. És 44 után is ugye működik az egyesület, tehát hogy a visszatértek visszaszállnak és fociznak tovább, ami azt mutatja, hogy végül nem utálhatták ki őket így tulajdonképpen semennyire. Lehet, hogy volt visszaesés a játékosok számában, de ez nem volt egy akkora mértékű, hogy mondjuk erre külön figyelni kellett volna, vagy egy külön mintát jelentett volna. Más egyesületről így nem tudok még a Berettyóújfalui tekintetben, de vissza fogom nézni a YouTube-on ezt a tegnapi előadást, amit említettél, és hát ha új ötletekkel gazdagíthatom ezt a kutatást. Köszönöm szépen a kérdést! Csapodi Tamás, köszönöm szépen az előadásokat. Azt szeretném megkérdezni, hogy általában véve, hogy ennyi konkrét, mégiscsak konkrét adat tükrében a visszaigénylés, a kárpótlás hogyan tudott és hogyan tud jelentkezni. Másrészt pedig Berettyóújfalu vonatkozásában ennek a megjelenő és gyönyörűen felvázolt kettősség vonatkozásában van ennek mai lecsapódása, hogy megjelenik ez a mai Berettyóújfalu sportéletben. Köszönöm. És kihez szólt az első kérdés? Köszönöm szépen akkor a kérdést, akkor magamnak vindikálnám a jogot, de kiábrándító leszek. Lehet, hogy akkor egy kicsit bevezetés gyanánt érdemes lett volna kontextualizálni egy kicsit jobban a kutatásomat, ugyanis a kárpótlás és a jóváltétel kérdését egyelőre még nem érintett a kutatás, az a jövő zenéje kell, hogy legyen. Én csak egyetlen egy példát hadd mondjak, hogy a jóvátétele kapcsolatban, amikor Beregszászba hazatértek a zsidók, akkor kérvényezték a szovjetektől a lakásaikat. És akkor azt mondták nekik, hogy ez már nem aktuális kérdés. Tehát ez az új hatalomtól is nem tudták visszakapni a vagyonukat. Tehát hogy ez egy eléggé, tehát innétről kezdve a jóvátételről tulajdonképpen már a helyi szinten a vagyon visszaszerzésről nem is lehetett beszélni. Hiába tudták azt, hogy ki lakik a házukban, ki használja, nem tudom, a butorzatukat, ez már, vagy például sok esetben még a jószágot is. Tehát ez nem érdekelte a szovjet hatalmat. Én úgy gondolom, hogy ma nincs lecsapódása ennek
kettő okát tudnám most így megfejteni. Az egyik az, hogy 45 után a sportélet kevésbé lesz ekkora presztízsű, vagy inkább nem is az, hogy ekkora, de hogy ilyen formában működni, hiszen ugye a szocializmusban inkább ez a munkás sport ideológia veszi át a helyét. Ugye meg is alakul majd a Berettyó munkás sportegyesület, bár az kézilabda csapat. Illetve a másik fontos dolog, hogy bár térnek haza többen is Berettyóújfaluba a deportáltak közül, de már közel sem annyira, hogy ez ma egy jelentős szám legyen, tehát hogy töredéke vagy az a egykori számoknak. Köszönöm a kérdést. Köszönjük, és az utolsó kérdés. Róbert Péter, kárpátaljai kérdésem lenne. Ugye ezek, amikről hallottunk, ezek az összegek, meg az egész a jegyzőnek a gettóba érkezéskor átadott, tehát mint egy önként átadott összeget, ilyesmi. De most a deportáltak, visszatért deportáltak, mind beszélnek a különböző ilyen úgynevezett pénzverdőkről, amikre a csendőrnyomozók ugye erőszakkal a pénzt, értékeket megszerezték meglehetősen kellemetlen módon. Ez egy nagyon, a deportálásnak egy nagyon csúnya ilyen mellékszála volt. De most tehát ezek az összegek ebben nincsenek benne. Na most arra, hogy azok az összegek, azok mekkorák lehettek, és egyáltalán eljutottak-e az állami szintre, elképzelhető, hogy ellopták a detektív vagy a csendőr, hogy arról valami, hát mit tudom én, arra valami kitatást arról nem tervez, vagy valamit nem hallhatnánk? Tervezni tervezek, ezért nézem éjjel-nappal a levéltári iratokat, de egyszerűen itt több tízezer levéltári oldalról van szó, ami csak ide vág. Kárpátalja tekintetében a Beregszászi levéltárban nagyon körülményes a kutatás, hogy finoman fogalmazzak, rendszerezetlenek az iratok, és így a legjobb elv az, hogyha az összes 1944-es iratot átnézzük. Ez hatalmas mennyiség, tehát ez egyedül mutató, úgyhogy jelen, ha elő fog bukkani bármi, és az előadásomban mondtam is, ami akár csak egy becslésre ad lehetőséget, nyilván akkor azt azonnal azonnal élek, és ezt tulajdonképpen meg is fogom becsülni, de egyenlőre sajnos semmit nem tudunk erről, mint ahogy még érzékeltetés szintjén sem, hogy ez mekkora összeg lehetett, amit ott az említett pénzverdékben, ugye a gettókon belül elloptak a zsidó lakosságtól. Köszönjük szépen, köszönöm az előadóknak, köszönöm önöknek, hogy meghallgattak. Ha a zsidó vagyon szekció érdekes volt, ennél már csak érdekesebb a következő szekció lesz, a sajtó és az egyház Bajcsi Ildikó szekció vezetésével. Köszönöm szépen.